a ló háziasítása, majd harctéren történő alkalmazása a történelem és a hadviselés megkerülhetetlen fordulópontja volt. Talán nem is ismernék Nagy Sándor, Genghis Khan vagy éppen Napóleon nevét, ha nincsenek olyan lovak, amelyekkel hatalmas távolságokat legyőzve hajtották uralmuk alá a kontinensek területeit. Ám a lovat hátukon megülő katonákra és hadvezérekre még várnunk kellett, hiszen a lovasság kezdetét az ókor elején kialakult harci szekerek térhódítása jellemezte. Az első harci célokra készült kerekes szekér a Mezopotámia területén élő sumérokhoz köthető. Az úr városának királyi sírjából előkerült mozaik zászlón egy hajítódárdákkal felszerelt harcos látható, aki egy szamarak vontatta négy kerekű szekéren vonult harcba. Természetesen ez a fajta eszköz még a szószoros értelmében nem nevezhető harci szekérnek, mivel a négy kereke miatt nehézkes lehetett az irányítása, továbbá a szamarakkal történő vontatása miatt a sebessége is igencsak korlátozott volt. A bronzkor hatására és az erős lovak kitenyésztésével forradalmi változások mentek végbe a harci szekerek fejlődésében. Könnyű, fordulékony, kétkerekű szekereket készítettek, amelyek az akár 40 km/órás sebességre is képesek voltak. A szekéren általában 2-3 ember volt, akiből az egyik a hajtó volt, a többiek pedig a harcosok. Ezek az állig felfegyverzett harcosokkal rendelkező, tekintélyparancsoló és félelmet keltő harci szekerek az ókor időszakának nagy részét uralták, egészen addig, amíg létre nem jött a lovasság, azaz olyan nagy teherbírású lovak kitenyésztése, amely már könnyűszerrel elbírja a hátát megülő fegyverrel és páncélzattal borított embert.